11,5 nővér státuszunk van, és jelen pillanatban 7 nővér dolgozik. Így áll a helyzet most a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályán, tájékoztatta stábunkat az osztályvezető. Dr. Ottófi Gábor kiemelte, hogy a Covid időszaka alatt egy nagyon összetartó, stabil csapat dolgozott. Rájuk nagy figyelmet fordítottak. Pszichológusok segítségével csapatépítő tréningeket, kiégésprevenciókat szerveztek, hogy a mentális egészségüket megőrizzék. Most azonban egyre kevesebben vannak a nővérek, ápolók. Vannak, akik nyugdíjba mentek, vannak, akik elmentek, babát szültek, és gyesen vannak, van, aki várandós most, néhányan külföldre mentek végül, és itt most abban a helyzetben vagyunk, hogy a nővérek létszáma lecsökkent. Az osztályon egyébként 18 ágy van, ahol évente 30-40 új beteg érkezik Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területéről is. A kicsik nagy része tartósan bent is marad a kórházban, vagy rendszeres kezelésekre járnak vissza. Velük most a megmaradt 7 nővér, illetve ápoló foglalkozik, akikre így jóval több feladat hárul. A szakorvos azt mondja, bár vannak nehézségek, nagyon sok örömet lelnek a dolgozók ebben a hivatásban. Azt éljük meg így közösen, hogy ez egy jó csapat, úgyhogy ebbe a csapatba nagyon szívesen várunk jelentkezőket, és bízunk benne, hogy tovább tudunk épülni, és aztán utána közösen dolgozni tovább. Annak a célnak az érdekében, hogy lehetőleg minél több gyerek gyógyulhasson meg, azaz, hogy élhessen. A gyerekek túlnyomó része, több mint 80%-uk egyébként meggyógyul, de azoknak is próbálnak segíteni, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. Abban bíznak, hogy lesznek olyan nővérek, ápolók, akik szívesen részt vállalnak ezekből a feladatokból.